Kedden délután bontották el a játszótér körüli kordont, ami azt jelenti, hogy a gyerekek birtokba is vehették a három tornyos játékvárat. Itt mászókák, csúszdák is várják a kicsiket. Az építményt biztonságos és egyedi, mintás öntött gumiburkolat veszi körül. Biztonságos játszótér, szép, van még hely arra, hogy később egy kicsit bővíteni tudjuk, de most örüljünk, ez elkészült, és nagy szeretettel adjuk át a gyerekeknek és családjaiknak, hogy jó használják, és érezzék nagyon sokszor, és jól magukat itt a Gárdonyi előtt. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház az épület előtt tartja minden évben a nyári táborokat. Az árnyékos játszóteret még a nagy melegben is tudják majd használni a gyerekek. De számos más programmal készül az intézmény, melyhez jól kapcsolódik a játszótér. Úgy gondoltam, hogy itt a ház környezetében érdemes belekezdenünk egy kicsit komolyabb játszótér fejlesztésbe, és nagyon szépen illeszkedik ez majd, ugye májusban van egy mesenapunk, és ősszel van egy böndörödőnk, mindkét rendezvény gyerekes családokkal látogatott, úgyhogy nagyon szépen illeszkedik majd a rendezvényi koncepciónkba. Breyer Éva arról is beszélt, hogy a burkolat több színben, alakzatban és vidám figurák kialakításával valósult meg, ami a gyerekek vizuális nevelésében is segít.